Egy jogász a mi vendégünk, jó estét! Jó estét kívánok! Gondolom pontosan tudja, hogy milyen jogi védelmet, vagy milyen jogokat kap egy adott esetben a alkalmazottjával szemben fellépő munkaadó egy ilyen esetben, és milyen jogi védelem jár önnek, munkavállalónak. Az Antal József Tudásközpontban dolgozott, ott mit csinált? Én az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Irodát vezettem. Hát akkor ott vezető volt. Hány ilyen szintű vezető van ott? Öten vagyunk irodavezetők. És önök fölött? Fölöttünk áll Antal Péter felesége, aki mint nemzetközi kapcsolattartó irányítja a Tudásközpontot operatív szinten, illetve van egy tudományos igazgató is, Kéler Ádám, aki Péternek a munkáját segíti. És mindennek a tetején Antal Péter, Antal József fia, a Tudásközpont kitalálója és vezetője. Azt lehetett egy hete, másfél hete olvasni, hogy kikerült a Facebookra egy Antal Péter által jegyzett néhány sor, amely arról szólt, hogy aki a Nolimpia aláírás gyűjtéséhez csatlakozik, és meg is tudjuk mutatni a kedves nézőknek, látják is már a tisztelt munkatársak kezdetű figyelemfelhívást, illetve úgy gondolja, hogy nem kell olimpiát rendezni Budapesten, hát az az állásával játszik, nem akarok senkinek a karrierje útjába állni, próbálom én magyarul mondani, ami nem teljesen magyarosan van odaírva. Mindenkinek aláírom a kilépő papírját, mi nem állunk be a napi belpolitikai vitákba, üdv Pétert, Antal Péter. Hát beleáll a napi belpolitikai vitába, mert ez önmagában egy politikai állásfoglalás. Ez zajlik ott? Este 23 órakor kaptuk egy titkos, zárt Facebook csoportban ezt a bejegyzést, és másnap reggel egy vezető értekezleten egy fiatal szerkesztő kislányt behívtak, és megszégyenítettek. Én azt mondanám, hogy ha velem ilyen történik, hogy megaláztak. Azt mondta neki Péter, hogy Editke, gyere a pofonodért, megpofozgatlak, miért lájkolgatsz ilyeneket a Facebookon. De honnan tudja, hogy lájkolgat ilyeneket? Figyeli a munkatársak a Facebook profiljait? Úgy tűnik, hogy igen. Nem tudom, hogy miért nincsen fontosabb dolga, de... Nincs fontosabb dolga? Mit csinál Antal Péter? Mivel foglalkozik az Antal József Tudásközpont? Az Antal József Tudásközpont nemzetközi kapcsolattartással foglalkozik. Sok munkatársunk jegyzett kutató, és jó cikkeket írnak újságokban külpolitikai érdekeltség. Tehát ez egy valós intézmény. Ez egy valós intézmény. Rendezvényeket szerveznek, és tulajdonképpen azt mondanám, hogy a rendezvényszervezés a fő profilja, Tudásközpont szó, az még nem illik rá, még nem érett hozzá az intézmény. És ez a rendezvényszervező cég, amely Tudásközpont néven működik, erre kap, erre a rendezvény szervezésre 600 millió forintos kormányzati támogatást? Én nem vagyok tisztában a pontos összegekkel, de ezt olvastam a honlapunkon, hogy 600 millió forintot kapunk a miniszterelnökségtől. Erre? Erre. Ez adja az alapját annak, hogy Antal Péter úgy fogalmazzon, hogy megint akkor idézni kell szó szerint ezt a bizonyos dokumentumot, hogy felhívom a figyelmeteket arra, hogy a finanszírozásunk a miniszterelnöki hivatalból, miniszterelnökségből jön. Igen, és... Ebből él az Antal József Tudásközpont? Igen, és én ezt az Antal József szellemi hagyatékához méltatlannak tartom, hogy a fia így próbál forrást szerezni, hogy a munkavállalókat, a beosztottait és a kollégáit azzal fenyegeti, hogy a véleménynyilvánítási szabadságukat korlátozza egy olyan szankcióval, hogy akár meg is fosztja őket. Említett az előbb egy Edith nevű hölgyet, most nyilván vezetékneve ne kerüljön nyilvánosságra, ő ezt nem kért, és nem is biztos, hogy Edithnek hívják. Vele mi van, ő még ott dolgozik? Igen. És mi történt vele? Megpofozgatta Antal Péteret? Ezt nyilván szó szerint nem kell értenünk. Nem, tényleg fizikai atrocitásra nem került sor. Ez egy sztrógeri pofozgatás volt. Egyszerűen megszégyenítették, megfigyelmeztették, hogy ne tegyen ilyet, és mindenki ezek után ennek megfelelően próbált nem a közügyekről beszélni. Ezzel szemben ön? Önnel most mi történt? Ugye én jogász vagyok, és van olyan, hogy jogászi étosz, vagy egy magatartás, ami azzal is jár, hogy a demokratikus intézmények bevetett hittel él és beszél az ember. És volt egy vita, ami Antal P.
Péter, Antal Péter felesége, fiatal felesége, Veronika és az Iker testvére között és közöttem kialakult. Azt mondták nekem, hogy nem kötelező így dolgozni, ez egy családi alapítvány. Nyugodtan mondjak fel, hogyha én nem értek azzal egyet, hogy nekik ez a megközelítésük ahhoz, hogy valaki milyen tevékenységet folytathat a Facebookon. Ugye, ami értem szólt, az voltak éppen ez a Facebook bejegyzés, amit Antal Péter kilátásba helyezte, hogy bárkit kirúghat a kedve szerint, hogyha ilyet lát. Helytelenítettem Péternek ezt a megközelítését. És akkor erre most válaszként ön mondott fel, vagy önt bocsájtották el? Most mi történt? Tegnap összeolvasztották az általam vezetett Európai Uniós kapcsolatokért felelős irodát, beolvasztották a visegrádi országok irodába. Tehát a komplett uniót a V4-ekbe? Igen, pontosan. És átszervezés indokával, mivel megszűnt a vezetői munkaköre az Európai Uniós iroda vezetőinek, ezért felmondtak, azonnali hatállyal felmentettek. Csak önnek? Csak nekem. Tehát az önmunkatársai feladata nem szűnt meg, csak az öné. Igen. Uh-huh. Vezető értekezleten ültünk, közben az informatikussal már elvitették a laptopomat, mikor kijöttem az értekezletről, két ügyvéd várt, akik bekísértek Péternek a szobájába. Az biztos lehetett, vagy hát nem, de legalábbis bizarr a jogászok így egymás közt. Tehát, hogy a két ügyvéd meg a jogász megbeszélik, hogy akkor mit lehet és mit nem. És tiltakozott? Nem. Nem, hát 30 napon van megtámadni munkaügyi bíróság előtt a felmondást, úgyhogy ezzel fogok is élni, és nem gondolom, hogy ott kellett volna. Azt gondolja, hogy az egész nem munkaügyi kérdés, nem szakmai kérdés, nem, nem valós összeolvasztás a két irodának, mik a nevetségesnek is tűnik így első hallásra, hogy a V4-ekből olvad az Európai Unió, de hát, mint tudjuk, Orbán Viktornak is vannak ilyen reményei hosszabb távon, hanem hogy inkább ez a dolog, ez az olimpiáról szól? Tehát erről a bizonyos lájkolásról, az olimpia elleni állásfoglalásról, az aláírásgyűjtés melletti kampányolásról, ami nem is önhöz fűződik, ön csak azért szólt, hogy ezt ne tiltsák. Ez így van. Én személy szerint nem is vagyok az olimpia ellen. El tudok képzelni egy emberszabású, olcsón megvalósított olimpiát, amiben korrupció ellenes garanciák be vannak építve. Nem foglalkoztam ezzel a témával, még nem csatlakoztam a vezető értekezlet előtt a Olimpia mozgalomhoz. Esetleg azt is mondanám, hogy jobb volna a korrupció ellenesség irányába elmozdulni. Én azzal szemben léptem föl, hogy fiataloknak a véleménynyilvánítási jogát ilyen szinten korlátozza egy vezető. Az jogszerűtlen egyébként? Tehát ez, amit ő itt mondta a Péter a Facebookon leírt, nincs joga? Én úgy gondolom, hogy nincs joga ezzel fenyegetni munkatársakat. Hát most ugye ez egy nehéz helyzet, mert nyilván mondta a Péter, akit kerestünk, és aki nem reagált arra, hogy bejönne szóval erre a beszélgetésre. Reagálni. Szóval, hogy nyilván azt mondaná adott esetben, hogy hát megmondta, hogy szóval két osztály, ez egy szakmai kérdés. Úgyhogy kíváncsi vagyok, az igazát tudja-e bizonyítani. Remélem, hogy majd tudjuk követni, mi történik önnel. Minden esetre sikeres pályafutást kívánok, és köszönöm, hogy eljött. Köszönöm és ezt elmondta nekünk.